Kipróbáltam 10 plusz ismeretlen Minecraft modot, hogy nektek ne kelljen. De ezek olyanok, amiket még senki sem töltött le. Itt van például ez. Pudding a mod neve, egy letöltés van rajta, az biztos a készítője volt. És én ilyeneket fogok megnézni. Célom az lesz, hogy mindegyikre írok egy építő jellegű kritikát. Meg van egy másik célom is, hogy hát találok egy jó modot a sok rossz között. Vajon lehetséges? Nézzük meg. Oké, itt is vagyok a pudding moddal. Gondolom egy pudding lesz benne, nekem nincsenek nagy elvárás. Saim, hol a puding? Az a neve, ha mondnak, hogy puding, és nincs is benne. Most belettem szkemmelve. Jól indul a videó. Ja, de nem. Aha, vannak ilyen itemek, amiket le tudok addolni. Például denevér, meg denevér leves. Nem baj, itt a második. Ami elvileg egy ilyen varázslós mod, és hoppá. Aha, ez lehet jó lesz. Van nálam 4 elem. Ja nem, csak 3. Egyedik hol marad? Na mindegy, van nálam 3 elem. És van nálam egy varázspálc, amivel bele tudom rakni az elemeket. Mondjuk belerakom a tűzelemet. Ja, meg itt egy varázsló kalap is, amit fel tudok venni a nem működik. Egy dolga volt a sapkának, az sem sikerült. Ja nem, fel lehet venni, csak erre van egy külön slot. Az már mondjuk más kérdés, hogy nem nagyon mozog rendesen a fejemen, de jó, mindegy, nem sírok. A tűzvarázspálca meg, hogyha balklikkelek egyet, ó, kilőtt egy ilyen tűzgolyót. A vízelem mit csinál? Ó, az egy vizet küld, és a levegőelem az ellökte, és ja, elkezdett repülni. Aranyos kis mod, ahhoz képest, hogy tényleg ilyen kicsi, meg még senki nem töltötte le, nem is olyan rossz. Ebben van potenciál. Ja, és amúgy ezeket az értékeléseket megpróbálom ténylegesen eljuttatni a készítőköz, bár az már más kérdés, hogy mennyire fog ez sikerülni. Na mindegy, jön a harmadik. Betöltöttem a harmadik modot, és ez valami random VTubernek a modja, akit amúgy nem is ismerek, úgyhogy ez nagyon fura lesz, mert azt sem tudom, hogy mi van. Annyit tudok, hogy elvileg van egy bajom. Úgyhogy a bajomot kell értékelnem, és wow, amúgy. Nem tudom, miért ne Zelda vibe-ot ad nekem, de nem tudom miért. Az erdő az nem rossz. Ó, és vannak itt még külön itemek, meg saját érc, amiből lehet szettet csinálni. Hoppá, hoppá, akkor ez már egy komolyabb mod ahhoz képest, hogy körülbelül senki nem töltötte le. De van itt ebből a saját ércből ilyen kard, ami hoppá, egy hitel. Aha, ja, ez körülbelül olyan erős, mint egy netherite kard. Van egy is, ami nem tudom, nem csinál nagyon semmit. Jó, nem is rossz. 10/8, egy épület még elfért volna. Úristen, mi lesz ez a mostani mod? Elvileg ilyen random macskák lesznek, de ez a macska emoji macska, tehát hogy ez így ez, így ez van bent a Minecraftban, de miért? Vannak ilyen macska emoji lerakó tojások, és miért csinálna bárki is egy ilyen modot? Sőt, van macskás csákány, legalább erős. Nagyon erős. Vannak ilyen kis kézbefogható ládikák. Nem értem. Egyszerűen nem értem. Ezt nézzétek, mi van. Vívó kard. Azt hiszem, így hívják. Ezzel a kis moddal elvileg lehet vívni a Minecraftba. Viszont még mielőtt elkezdjék vívni, van egy meglepetésem nektek. Mert képzeljétek, én is ott leszek a Mineshow-n. Ez egy hatalmas Minecraftos rendezvény, amit most augusztus 24-én tartanak a budapesti Magyar Vasút Történeti Parkban. Itt rengeteg izgalmas program vár majd rátok. A legtöbb Minecrafttal kapcsolatos, de lesz Harry Potter témájú bájitalkóstolás és varázspálca készítés is. Egyébként a helyszín is érdekes, mert itt mindenféle vonatokkal kapcsolatos programok is lesznek. Fordítókorongozás, kerti vasút, kézi hajtányozás, amiket csak itt lehet kipróbálni a Vasút Történeti Parkban, a Mineshow egyen ingyenesen. Ott lesz több magyar videós is, ja, meg ugye én is ott leszek, velem is tudtok találkozni, aki gyémántjegyet vesz, azokkal fixen, az aranyegyesekkel pedig a smaragd csapaton keresztül találkozhatok. A belépőjegyek egész napra érvényesek, limitált darabszámba, ja, meg a rendezvény napján fogok posztolgatni sztorikat, hogy merre vagyok, úgyhogy mindenféleképpen kövessetek be Instán, ha eljöttök. Úgyhogy ha érdekesnek hangzott ez az egész, akkor nézzétek meg a mineshow.hu-t, ott több infó lesz. Most pedig eljött a vívás ideje. Oké, nem tudom, hogy kell használni ezt a modot, van egy vívó kardom, amivel alapból tudok ütni, viszont jobb klikkel így előre tudok dashelni. Mint a rendes vívásban így előre kell dashelni, és akkor úgy jut az ember. Ja, és amúgy vérzik az ellenfél, az nem tudom miért van. Elvileg még tudni kell egy olyat is a modnak, hogy a zombik el tudják venni tőlem a kardot, de hát ez nem nagyon működik, lehet megint beszkemeltek. Ja, hát még próbálkozom, de nem veszik el a kardomat. Pedig azt hittem már, hogy tudni fogok majd vívni a zombikkal, de... Hoppá, hoppá, a következő modot magyar csinálta. Itt a világba spónol való egy nagyon epik struktúra, amit most lehet egyszerűbb lesz úgy megtalálni, hogy rátépézek. Aha, ide is tépéztem. Vajon milyen struktúrát készítette egy magyar... Ez most komoly. Egyik át. Akkor már inkább egy vegyes boltot kellett volna csinálnia. Mi ez? Miért IKEA? Bár mondjuk jó, hogy nyilván attól, hogy magyar bármilyen modot csinálhat, de itt egy random IKEA a Minecraft világba. Itt vannak ugye cuccok. Egyébként nem olyan nagy cucc, de valószínűleg az emberkének az első modja. Meg egyébként egy csomó mod itt ebből a videóból én első mod lehet, tehát tényleg ezeket senki nem tölti le. Úgyhogy remélem azért a véleményeimet se veszitek komolyan, viszont itt van Erzsi.
What? Ezzel most meglepődtem. Ez egy egér, vagy patkány, Erzsi, és nem mozdul, és nincs textúrája. El tudom hozni Erzsit, mindig akkor Erzsivel elmegyek és értékelem ezt a csodás modot. Életet megváltoztató, csodálatos, szerintem ilyen jó modot még sosem láttam. Parkettő lehet egy vegyes volt. Jó, egyébként tök jó, hogy ebben a videóban ilyen modokat nézegetek, de most már tényleg itt lenne az ide, hogy találjak egy jót, és ebben benne van a potenciál. Már biztos volt veletek is, hogy játszottatok a barátaitokkal, és random eltűnt a chestetekből pár item, és arra gyanakodtatok, hogy biztos elvitte valaki. Na, ezzel a moddal elvileg rá lehet rakni egy lakatot a chestre, és be tudom valahogy zárni. Ja, egy kulcssal tudom bezárni, és utána ugyanezzel a kulcssal lehet csak kinyitni. Ami nagyon jó, mert így most el tudok menni nyugodtan, a chestem le van zárva, és hogyha visszajövök a kulcssal, akkor kinyílik a chest, le tudom így szedni a lakatot is, le tudom így szedni a lakatot is, csak sikerült kimondanom, és használható a chest. Na jó, ez tényleg egy jó mod, és ezt nem tudom, hogy nem töltötték le eddig, de úgy látszik, hogy sikerült megtalálnom a tűt a szénakazalban, ha már más miatt nem is nagyon, legalább emiatt volt értelme megnézem ezt a sok modot, de amúgy még hátra van egy csomó, szóval nézzük csak tovább. Nézzük a most következő modot, ami spawnerekkel kapcsolatos, elvileg sokkal veszélyesebbé teszi az összes spawner, például ki se lehet őket azt hiszem ütni, de mindjárt kipróbálom, amíg elkezdem kiütni, és de jó, a következő mod meg el se tud indulni, hát ezt nem hiszem el. Egyre rosszabb. A videó csúcspontja az árató chest volt, azóta mély repülés. Semmi baj, most megtöröm a rossz mod streaket. Mert elvileg megint egy hasznos mod jön, amit senki nem ismer még. Viszont ez azt csinál, hogy itt egy falu. Addolok magamnak mondjuk XP-t, jó sokat. Mondjuk 48-es szintűre feladdoltam magam. És hogy egy üres palackkal odamegyek egy villagerhez, és rájobb klikkelek, akkor adott egy potit, és feltöltötte XP-vel. Aha, na várjatok, amikor rákattintottam, akkor leszedett az XP-mből. Tehát magyarán el tudod tárolni az XP-det potikká. És amúgy ennek van is értelme, mert amúgy sima Minecraftban nem nagyon lehet belerakni a saját XP-t egy ilyen palacba. De ez itt tök menő, csak az egy rossz benne, hogy mindig megnyitja a villagert. De nézzétek, megfolyassam egy le a szintem. Jaj, de várjatok, ez se jó. Az XP palac meg sokkal-sokkal kevesebbet ad vissza. Pedig már azt hittem, hogy egy jó mod lesz. Bár mondjuk mit vártam, ez a videó lényege. Hoppá, hoppá, nem hiszitek el, hogy milyen modot találtam. Ebbe is benne van a potenciál, hogy a legjobb mod legyen a videóba, bár előtte még építenem kell így egy-két dolgot ide-ide-ide. És amúgy rájöttem, hogy ezeket a véleményeket, amiket írtam, lehet nem osztom meg inkább senkivel, nem magamba tartom, mert annyira szépek lettek. Na de ezt a modot figyeljétek. Tudok nyitni egy éttermet, itt egy laptop. Bele kell raktom valamennyi pénzt, gondolom, hogy ez legyen a kasszába. Ja nem, ez a kassa. És le kell raktom egy ilyen portált, itt fognak elvileg leszpónolni a vevők. Itt tudok majd neki kaját készíteni, és akkor nagyon jó lesz. Na, jönnek a vevők. Jó, mindegy, addig lerakok ilyen tányérokat, és hogyha mondjuk belerakok egy krumplit ebbe a tányérba, hát úgyse spónoltak le emberek. De miért? Valamiért nem jön senki az éttermembe. Na mindegy, nem baj, akkor köszönöm a figyelmet, és a krumplit meg belerakom a zsákba.